negyedik alkalommal biztosított helyszínt a Tolna vármegyei vadásznapnak Dombóvár. A rendezvényen, amely fontos szerepet tölt be a vadászok életében, több eseményre is sor került. A szervezők több programmal is várták az érdeklődőket, függetlenül attól, hogy jártasak-e a vadászat berkeiben vagy sem. Lesznek kötött színpadi programok, úgymond. Nyilván az elején egy protokollális része, megnyitó beszédek, Hubertus mise, kitüntetések átadása, új vadászok fogadalomtétele, ezek színpadhoz kötöttek, illetve utána a különböző résztvevő települések, néptánccsoport, egyéb más szórakoztató elemei, de a színpad mellett futó események is lesznek, gyermekek szórakoztatására különböző, a légvártól az ügyességi játékokig, a focipályán légpuskalövészet, de lesznek olyan jellegű szakmai programok is, ami nem színpadhoz kötött, például a vadászkutya bemutató. Több vármegyei vadásztársaság is képviseltette magát. A mai vadásznapon a Gazda Vadásztársaság tagjaként veszek részt ezen az eseményen. Mindenképpen egy nagyon jó dolognak tartom, hiszen itt a környékbeli vadásztársaságok és a vadászok egymással meg tudják beszélni vadászélményeiket, tapasztalatokat, miközben a bográcsban pedig egy nagyon finom pörkölt készül. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere elmondta, örömmel segítettek a vármegyei szintű esemény megszervezésében. Örömteli a pillanat, hogy a mai napon 2018 után újból 2023-ban Dombováron tartjuk a megyei vadásznapot, hiszen mondhatom, hogy tartjuk, és a Dombóvár Városi Önkormányzat a szervezésben és az eszközökben nagy részben kivette a részét, hogy ma egy sikeres rendezvényen lehessünk túl. A vadásznapon a programok mellett különböző, a helyszínen készített étel specialitásokat is megkóstolhattak a résztvevők.